Amikor tudatosítom azt, hogy Isten jelen van, néha simogat. 2. Néha sírni tudni. 3. Néha felszabadult át ez, mint a megtérésnek a szabadsága, hogy szabad vagyok Krisztusban. Bármi történik, nem lehet, nincsen recept, nem tudjuk, hogy mi fog történni. Egy dolog úgy biztos, az pedig az, hogy amit Isten mond, azt neked mondja, és csak neked mondja, és senki másnak nem mond, mert az a te üzeneted, ez az, ami a nagybetűs életre visz. Mert hogy egyébként zárója kezdődik. A nagybetűs élet az nem 18 évesen kezdődik, hanem az akkor kezdődik, amikor elkezdesz számolni az Istennel. Amikor rájössz, hogy jé, hogy nekem van Istenem, hogy nekem van, aki erőt ad, van, aki lelkesedést ad, van, aki célt ad, van, aki küldetést ad, van, aki motivál engem. Na ez a nagybetűs élet. Csodálatosak vagytok!